Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az ATV, az Ultrahang és az Árral szemben YouTube csatornájának kedves nézőit, mikrofonnál Gavra Gábor, a napire.hu főszerkesztője. Ez a két tűz között, és itt van velem a stúdióban Krausz Tamás történész. tiszteltek köszöntöm tanárral. Jó napot kívánok! Ma Király Tamás barátom nélkül fogunk beszélgetni, de témánk rengeteg van, úgyhogy vágjunk is bele. Úgy tűnik, hogy újabb négy napos tűzszünet lesz Gázában. Izrael újabb túszok elengedéséért cserébe vállalhatja amerikai és katari közvetítéssel, hogy négy napra leállítja a harcokat. Van ennek jelentősége a hosszú távú fegyvernyugvás szempontjából a tanáros szerint, vagy, vagy ez legfeljebb, ha egyáltalán összejön, akkor egy, egy újabb négy nap haladékot ad a harcok kiújulásáig? meg kell gondolni, ez egy vadonatú hírén, én ezt még nem is hallottam. Ivan, van, pénteken délelőtt beszélgetünk, mondom a kedves nézőknek, és ez egy 15 perccel a felvételünk. Igen, jött. Igen, ez tulajdonképpen a, lehet a békéhez vezető út, és én, mint meggyőződéses békepárti ember reménykedem természetesen, hogy egy újabb tűzszünet lehetőséget ad a konfliktus végleges lezárásához, vagy egy lépés a konfliktus végleges lezárásához. Megmondom őszintén, nekem úgy tűnik, hogy a katonai események sodrában derül ki, hogy mi az értéke ennek a tűzszünetnek. Tehát ha ez csak egy, bocsánat a kifejezésére, egy szokványos kereskedelmi alkó, hogy a tuszokból, mondjuk van még 80 tusz, vagy 100 tusz, hogy abból most tizet négy nap fegyvernyugvás fejében átadnak, és utána mindez folytatódik, akkor az öldöklésnek sosem lesz vége. Én csak bízom benne, hogy itt most az a megoldás születik, nyilván Katár meg az amerikai közvetítése, hogy felszámolják az egész túsz problémát, mint olyat. Tehát ez, ez a, ez, a, legközelebbi perspektíva, ez katonai perspektíva, és ezt látni kell, mert Izraelben a túszók kiszabadítása egy alapvető fontosságú belpolitikai kérdés is. Ugye van egy nagyon komoly nyomás a kormányzaton, amely az háború elején az deklarálta egyébként maga szempontjából érthető módon, hogy a prioritás a Hamas felszámolása, és ehhez képest másodlagos a túszoknak a kiszabadítása, de hát nyilván a túszok hozzátartozóinak a, a tüntetései, meg a hozzátok haza szlogenekkel folytatott tüntetések egy picit itt a prioritások megváltoztatására kényszerítették az izraeli még, még ennél is van egy fontosabb momentum, az amerikai külpolitikai befolyás Izraelben. Ne felejtsük el, hogy az Egyesült Államok számára nemzetközileg ez egy rendkívül nagy tehertétel, mert a Gázában történő dolgoknak a, a, a sajtóban olyan megjelenítése van, mintha ezért az egész konfliktusért a főfelelősséget az, egyesül, az Egyesült Államok viselné. Ami lehet, hogy igaz, most nem nyilván Egyesült Államok Irán, stb. Mindenki benne van ebben, most a harcoló felekről nem beszélek. De ez globálisan veti föl, hogy a háborúk kiterjedése, az egész régióban való elterjedése hogyan visz közelebb a világháborúhoz. Tehát a világháborúnak egy ilyen véresebb kiterjedéséhez, mert a világháború ugye azt látjuk, hogy szép lassan terjed ki a világ különböző területein. Ezért én nagyon fontosnak tartom, és fel is hívom a a nézőink és hallgatóink figyelmét arra, hogy kulcsfontosságú dolgok történnek a közel-keleten. Az egész globus szempontjából rendkívül fontos dolgok, ezért tudom ezt, ezt a tűzszünetet nagyon is értékelni, és remélem, hogy hát a megoldások irányába megy el. Ugye szépen lassan, mint egy görög drámába hozzuk be a főszereplőket, a mai műsor főszereplőit, mert behoztuk már az Egyesült Államokat, hozzuk be Oroszországot is. És ha már a közel indottunk. <laughs> Vladimir Putyin egy eléggé hát teljesnek tűnő látogatást tett a közelkeleten az elmúlt napokban, majd pedig Moszkvában fogadta az iráni elnököt, de előzőleg Szaudarábiában és az Egyesült Arab Emírségekben járt. Ez egy változás Oroszország nemzetközi pozíciójában, hogy őt hát ilyen magas szinten fogadták, vagy, vagy, vagy valójában sosem volt annyira elszigetelve Oroszország, amennyire mi innen a nyugati szövetségi rendszerben. És, és, és nagy pompával fogadják. Én szerintem itt változásról van szó mindenképp. Tehát mondjuk egy évvel ezelőtt nem lehetett volna egy ilyen. A Putyin és az orosz hatalmi elit megfelelő csoportjai jól látják, hogy Oroszország kirekesztése a világgazdaságból, már ami a, a nyugati törekvéseket, az amerikai és Európai Uniós törekvéseket, illeti a szankciós politika, stb. stb. hosszú távú. Tehát az Oroszország nem számíthat arra, hogy ez az egész szankciós politika és Oroszország kimerítésére, gazdasági kimerítésére irányuló politika, ez enyhülni fog, vagy csökkenni fog a közeljövőben ezt az oroszok már értik, ezért számukra is létkérdés, hogy felszámolják a, ebből a, az ebből következő izolálódásukat, elszigetelődésüket, és hát megmutatja ez a háború, jelenlegi háború a közel hogy nem csak úgy módja van Oroszországnak arra, hogy feltörje ezt az izolálódást, hanem Közel-keleti régióban kifejezetten számítanak az ott élő ö, országok politikai vezetői, azt mondhatnám, a régióban fontos politikai csoportosulások, hogy Oroszország vállaljon részt a közelkeleti keleti rendezésből. Tehát Oroszország szerepe, ha akarom. Újra megerősödőben van a közel-keleten, és az Egyesült Államok pedig úgy tűnik, mintha továbbra is elszigetelődőben lenne. És Oroszország ezt kihasználja. Ez az egyik mozzanat. A másik mozzanat az észak és dél közötti gazdasági, kereskedelmi, energetikai kapcsolatok. Ez szinte természetessé teszi, hogy Oroszország Irán felé nincs is más módja természetesen. Irán felé, Egyesült Arab Emírségek felé, és e, ugye Szaudarábia felé tolódik el az érdeklődés és az érdek maga, és úgy tűnik, hogy az a fogadtatás, amiben itt Putyin részesedett, ez egy távlatos gazdasági és politikai együttműködés. Az olajáraktól a kereskedelmi útvonalak kiépítéséig, ez mindenről szól. És ez Oroszország számára, ha Nyugat fenntartja ezt az izolációs politikát, amit feltart, fenntart, akkor Oroszország számára ez egy nagyon fontos stratégiai irány marad hosszabb távon is. De még egyszer hangsúlyozom, ezt az oroszok, hogy úgy mondjam, ebben az értelemben nem választották. Hanem ebbe a helyzetbe bekerül. A, 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 a BRICS országok jelentősége is felértékelődik Oroszország számára. Indiával, Kínával való együttműködés is. Tehát ahogy a Oroszország... úgy, úgy ért, és ahogy itt már nem egy beszélgetés szólt arról, hogy hogyan szerveződik meg idézőjelben, mondom, ez a bizonyos eurázsiai vagy eurázsiai-afrikai együttműködés, ami Hát kétségtelen, hogy a nyugati centrummal szembeni egyfajta gazdasági ellensúlyt és politikai ellensúlyt is képvisel. Most még csak egy mondat a közel-kelet. Tehát azt tudjuk, hogy Oroszországnak hagyományosan is jelentős pozíciói voltak a közel-keleten. Voltak idők, amikor izrael is jó viszonyban volt, és tulajdonképpen nem ez is a, a régen viszony nem. Ez igen, nem régen volt, és azért ez a viszony nem szakadt meg a háború ellenére, és Oroszország képes arra, hogy itt a feszültséget enyhítse. A terminológiából kell kiindulni, ha viszont értékelni akarjuk. Tehát a, a, amikor megkezdő, amikor október 7-én a Hamas megtámadta Izraelt, és ezt a borzalmas csapás mérte, ugye több mint ezen teljesen ismert dologról beszél, akkor Oroszország úgy nyilatkozott, hogy ez egy terrorakció volt, és Izraelnek joga van megvédeni magát. Azóta a helyzet átalakult, és az ember a sajtóban nézi a, 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 fogalmak használatát, abból lehet következtetni arra, hogy a politikában is elmozdulás történt. Nem nevezik az oroszok sem a terroristának a Hamaszt, hanem kitaláltak rá egy új terminust, radikális csoport. Ez, ez az orosz hatalmi elit szóhasználatában természetesen kritikai, és van benne egy elítélő mozzanat, de ez mégsem ugyanaz, mint hogyha a terrorizmusnak nevezték volna ezt az akciót. Ezzel csak jelezni akarom az elmozdulást az orosz politikában. És ennek az elmozdulásnak mi az oka? Az az oka, hogy ha Izraelnek a kiemelt a elvágyhatalmak közül az Egyesült Államok, akkor Oroszország hát, automatikusan a másik oldalra vagy ma más oka is? Hát ennek több oka van. A, a legfontosabb ok, hogy az oroszok azért nem voltak teljesen elégedettek, egy ilyen triviális kifejezés hat használjak, Izrael politikájával az Ukrajnához kapcsolatos háborúban. Ez nem azt jelenti, hogy Oroszországgal radikálisan szembe ment volna Izrael, mert nem igaz, hiszen Izrael végül is fegyverekkel nem támogatta meg Ukrajnát, de az izraeli hatalmi elit egyik csoportja az inkább, és a az, az sajtóban ez, úgy az amerikai irányítású a sajtó, már anyagi vagy pénzügyi értelemben használom ezt a kifejezést, azok, az, azok az ukránok mellett álltak határozottan, és valamiféle hát, orosz ellenes ruszofób hangok elhangzottak. a hatalmi elitnek a másik csoportja ugyanakkor, és, és még ez a pro-ukrán csoport is, Tartózkodott azonban attól, hogy Oroszország a szembe bármilyen katonai kötelezettséget vállalt volna a Ukrán oldalon. Ezért az oroszok alkalmasak ma is ízlet. annyira nem romlott meg a viszony, hogy a kapcsolatokban... Tehát fagyosan, nem fennmaradt a, önnet, a Így viszont, van, de abszolút fennmaradt, az és, az és ennek perspektívikusan is nagy jelentősége van nézetem szerint, hiszen Oroszország az itt a mostani béketeremtésből nem maradhat ki miként az Egyesült Államok sem, hiszen mindenütt proxy háborúk folynak. És visszatérve Putyinnak az arábiai látogatására, illetve az iráni elnökkel folytató, utána folytatott moszkvai megbeszélésére, annak, hogy orosz, mert ugye a tanárul azt mondta, és abból indultunk ki, hogy itt valamiféle változás van. Oroszországnak a megítélésében. Nyilván beszélünk majd az orosz háborúról is, de most maradjunk még egy picit a közel-keleten. Az Izrael és a Hamas közötti háború, az, az, mennyire értékelte fel az arab országok vezetőinek a szemében Putyint, illetve Oroszországot? Hát ezzel a bizonyos terminológiai változással, vagy változtatással is szerettem volna jelezni, hogy hát nagy mértékben. Ugyanis Putyin az első perctől arra figyelmeztette Izraelt, hogy Gázába ne folytasson, hogy mondjam, kiterjedt háborút, ne von, ne, a Hamas ellen is ne vonuljon be Gázába. Ami izraeli szempontból tarthatatlan volt, mert ők minden áron nem is a bosszú szintjén, de hát közvetlenül a határaik mentén a Hamas mindenképp föl akarták számolni. Lehet, tehát, hogy volna, hogyha az izraeli kormány csak simán különleges katonai műveletnek nevezi a háborút, és akkor mindjárt Nem tudom, volna ez nem, nem is, nem is szeretnék a katonai összefüggésekbe belemenni, nem az én szakmám de azt tudom, hogy az államok általában, ha egy ilyen támadás éri, hogy az állampolgáraikat, falvaikat lerombolják, lemészel, akkor valamilyen étre vissza szoktak vágni. Most a, 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 modern állam úgy vág vissza, ami amilyen eszközrendszere van. Ahogy tud. Igen, na most Izrael katonailag sokkal erősebbnek látszik lenni, mint a Hamas, ezért világos volt az első perctől, hogy mind Irán, mind a Hamas tisztában volt azzal, hogy itt milyen típusú visszacsapásra lehet számolni, tehát ők ezzel számoltak is. A végeredménynek annak kell lennie, ez szerint a számítás szerint, hogy az USA és Izrael a régióban elszigetelődik, és azok a békekísérletek, amelyeket az Egyesült Államok akart létrehozni Izrael és az arab országok között, az most itt visszafejlődhet, és megtorpedózhatják. Na most egy ilyen világpolitikai számítás részben bejön, amennyiben Oroszországot sikerült a, ezeknek az országoknak diplomáciai értelemben maguk mellé állítani. Ebből, ebből az Orosz hatalmi elitnek és Putyinnak is tulajdonképpen hát személyes politikai előnye származik az ENSZ-ben, a globális intézményekben. Ez, ez, ez kétségtelen, és ezt, ha lehet mondani, az iráni számításoknak megfelel, de Oroszországnak is van előnye ilyen értelemben a háborúban, mert ráadásul még el is vonja az amerikaiak figyelmét Ukrajnáról és a nyugat figyelmét Ukrajnáról. Másfelől azonban, és ez a másfelől legalább ilyen hangsúlyos, ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy stabilizálódnak a viszonyuk a közel-keleten, mert egy, egy békét vagy egy békés állapotot létrehoznak, de milyen utána? Utána ezek az ellentétek, amelyek korábban megvoltak a régión belül, ezek újra kiéleződnek, amikor majd a megoldást kell kiérlelni, hogy mit jelent a második, vagy a második állam létrehozása a közel-keleten, mit fog jelenteni a palesztin állam. No, akkor egymással ezek a szereplők bizonyára konfliktusokba fognak kerülni. Tehát a háború ilyen értelemben elég rémes következményekkel jár az egész régióban, mert sokszor a béke kiizadása több ellentmondással és több szenvedése jár, mint maga a háború. Ugye... Erre nem egyszer volt példa a történme. Sokszor volt valóban erre példa, például a 90-es években, amikor az oszlói béke folyamatot követte a az fordulón a második intifáda, amelyik már nem kődobálással, hanem terrorral és robbantásos merényletekkel járt. És nagyon sok, elmondták az elmúlt időszakban, többek között a, Robert Sikest és az Ultrahangon, hogy a október 7-i Hamas támadásnak az egyik áldozata az a két állami megoldás lehet, mert Izrael közvéleménye, nem a politikai elit feltétlenül, a közvélemény, a büdös életben nem fog akarni belemenni egy két megoldásba. megoldásba. Másfelől viszont, hogy a tanárunk többször nem, kifejtette, hogy más megoldás ön szerint nincs? Nincs. Ede eszem ágában nincs jósolni, hiszen a, a politikai történelmi folyamatok egy bizonyos szinte, hogy holnap mit tördi, teljesen kiszámíthatatlan, mert csomó nem ismert dologról van szó, de az biztos, hogy a megoldás róban szó, a két állam az állandóan jelen lesz, mint koncepció a megoldásokban. Nem tudjuk, hogy az hogy valósul, meg én írtam az eszvéletbe egy cikket, aminek az volt a vége, hogy, hogy ezen az alapvető, a, a, a tők és világrend mozgás tendenciáinak jelenlegi fázisában ez egy megoldhatatlan dolog. Hát 75 éve látjuk, hogy nem oldódik meg ahhoz, hogy ez valódi megoldás legyen, ahhoz a népek közti barátságnak kellene helyreállnia, de hát azt én nem hiszem, hogy a, a, a jelenlegi ellenmondások, hogy a jelenlegi ellentmondásoknak a fényében nem hiszem, hogy ez itt közel lenne. Nézzük meg azt, hogy hogyan függ össze a eddig tárgyalt izraeli-palesztin közelkeleti háború és feszültség, az orosz-ukrán konfliktussal. Ugye egy nagyon szoros összefüggés egészen biztos, hogy van, mert az amerikai törvényhozás előtt ott van egy csomag, Így van. amely egyszerre tartalmazza Izrael és Ukrajna támogatását, de ezt a republikánus törvényhozók nem elsősorban, illetve nem Izrael támogatása, hanem Ukrajna támogatása miatt nem támogatják. Biden elnök elég drámai szavakkal fordult hozzájuk a héten, és azt mondta, hogy ha Oroszország legyőzi Ukrajnát, akkor előbb vagy utóbb egy NATO tagországot is meg fog támadni, ezáltal pedig közvetlen orosz-amerikai összecsapás veszélye fenyeget. Na most ez egy mondom, hogy ez egy politikai beszéd, ennek tulajdonképpen nincs -e semmi értelme. Hát egyfelől Oroszország soha nem támadott meg NATO országot, szerintem meg se fordult a fejükbe, minek is tennék, hiszen ez egy atomháborúval azonos cselekedet lenne. Ez pontosan így tudják a másik oldalon is, és eszük hágában nincs amerikai katonákat. Minden ígérgetése ellenére Oroszországgal szembe bevetni, ez az amerikai kongresszusnak szól, főképpen a republikánus többségnek, amely leszavazta a pénzügyi javaslatot, amit a Biden eléjük terjesztett, és ezzel a perspektívával akarja, hát mondjuk így, ez egy sántás, így akarja őket tulajdonképpen rávenni arra, kényszeríteni arra, zsarolni akarja a, a republikánusokat, hogy ebbe beleegyezzenek ebbe a pénzügyi összekapcsolásba, és ezzel fenyegeti meg őket. De ez a, ez a világot nem fogja elborzasztani, mert a politikusok annyi mindent össze-vissza beszélnek. Hát mi volt a válasza? A, a, az, az orosz ENSZ követnek erre az amerikai vagy a bájdeni megjegyzésre, Hát azt mondta, hogy nem szó, szó szerint, nem tudom, olyan alaposan nem lehet végigolvasni a politikusok nyilatkozatait, hogy még szó szerint idézni is leeshet, de nagyjából azt mondott, hogy ez egy megfontolatlan zagyválás, amivel itt előálltak. Hát ez, ez egy atomháború lenne, miért fenyegetőzik a Biden atomháborúba? Tanár sokkal, sokkal, sokkal okosabb nálam, Én előtte viszont itt van ez a mondat, úgyhogy felolvasom. Igen, mert Igen. Nem, de nem azért, mert jobb lenne a memóriám, hanem, hanem azért, mert, azért, mert, mert ott memóriának. van. A provokatív retorikát képviselnek Biden elnök szavai, mi elfogadhatatlan egy felelős atomhatalom, már mint Oroszország számára. Hogy történik az meg, és nem először történik meg, egyébként pont az orosz ENSZ de volt azért néhány megnyilvánulása, hogy a, a, az orosz-ukrán háború kirobbanása után nem egészen két évvel, amit ugye a, a, még sok Oroszország robbantott ki, tudom, hogy a találóik a mindig elmondja, hogy de Ukrajna provokálta ki, ezt ezeket a köröket most megspóroljuk, viszont az orosz, ez nagy maga Oroszország a béke teremtő szerepébe tud helyezkedni. Egyfelől ez nyilván elemi érdekük, másfelől elképesztő cinizmus, de harmadrészt, hogy ki és hogy hozta ilyen helyzetbe Oroszországot, hogy ezt megteheti? hogy hát nem legyőzhető. Tehát a végső soron elnézést kérek a, 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 nagyfokú leegyszerűsítésért, de minden diplomáciai, politikai csata, amely véres erőszakba torkolik, akkor a harcmezőn elét eredmény tükrébe fog átalakulni és megoldást nyerni. Na most miután egyértelművé vált most már a Biden számára, és ami nem kis dolog, hogy nem menthető az ukrán szituáció, mert katonailag Oroszországot nemhogy nem tudja legyőzni, nem tudja visszavenni azokat a területeket, amelyeket Oroszország magához csatolt, és nem képes megakadályozni nagy valószínűsége, hogy egyáltalán az ukrán hadsereg készültsége a korábbi szinten fennmaradjon. És ennek elég rémületes következményei lehetnek amerikai szemmel nézve. Mit tehát a innen, végül. Hát, hogy Oroszország mondjuk a tója ki, tehát ilyen víziók is felmerülnek, most már az Amerika lehet, aki követi ennek az irodalmát, az látja, hogy most már amerikai elemzők fejében is egy hirtelen, amiről mi korábban beszélgettünk, hogy egy hirtelen katonai összeomlás az egészen a, a nyeperig föl tudja tolni az orosz katonai e, előrenyomulást, mert hát annyival erősebb Oroszország, és annyival szervezettebb, és, anny, és hogy úgy mondjam, annyival motiváltabb. Tehát ha, ha megvizsgáljuk a belső ukrán és orosz viszonyokat, akkor azt látjuk, hogy a háború lefolytatása az minden nyugati támogatás ellenére Oroszországnak nagyobb háttere van. Mint pszichológiai értelemben, politikai, gazdasági, katonai értelemben. Mert Oroszország ugye bár nagyjából nehet, de csak nagyjából, ez borzalmas sokszínű, arról is lehet vagy kell beszélni, de mondjuk a nyugat és az Ukrajna nyugati támogatói között azért a nézetkülönbségek, érdekkülönbségek mégiscsak jelentősebbek, mint az orosz hatalmi elit belső nézetkülönbségei és strukturális különbség. Már csak az abból adódóan is, az, hogy az, 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 az egy egységes állam, egy állam, mi rendszer igen. És Ukrajna mögött pedig van egy. És koalíció. ugye mi, mint európaiak, nagy, nagy mértékben függünk attól, hogy itt mi történik. Most talán úgy látszik, mintha kisebb lenne az esély arra, hogy a háború kiterjedhet közvetlen formában. Európára, de a háború jelen van szinte minden európai országban. Pénzügyi értelemben, gazdasági értelemben, lelki értelemben. Hát nézzük meg ideológiailag, hogy függenek össze a háborúk. Hát a ruszofóbia, az antiszemitizmus, az iszlamofóbia, minden itt van jelen. Ezeken nap mint nap megütközöl. A háborúval azonnal összekapcsolódott a menekültügyi probléma. Igaz, hogy a világ a NATO által szétbombázott országokból beáramlott, elkeseredett milliók nem tudnak integrálódni az európai viszonyok közé. Hiába akarnának, egyszerűen nem lehet, mert annak anyagi-szociális feltételei nem adottak. Tehát itt objektív dolgokat kell látni, és nem szabad szubjektív önkénybe átmenni, és az érzelmeknek ö, utat engedni, és besorakozni a ruszofóbia, vagy az antiszemitizmus, vagy az iszlamofóbia mögé. Elképesztően erős ugyanis a vonzás, hogy az emberi gondolkodást betolják a, a vallásháborúk logikájába, vagy a nacionalista. Ö, Hát mondjuk így, pszichózisnak a, a logikájába, és abból nincs kiút többé. Tehát ezeket a, 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 a reális szempontokat egy vizsgálódásnál figyelembe kell vegyük. Mindig megfogadjuk, hogy itt a két tűz közöttben tartózkodunk a belpolitikai kérdésektől. Így van. Muszáj viszont érinteni Magyarország helyzetét annyiban, mm. hogy van egy nyitott kérdés a közelgő EU csúcs előtt, ez pedig ukrajna EU-tagsága, pontosabban az ukrajna EU-tagság folyamatának a megnyitása, amit a magyar kormány határozottan ellenez, és ez ügyben Orbán Viktor Emmanuel Macronnal tárgyalt Párizsban a mi felvételünket megelőző napon. Az a kérdésem, hogy mit, ugye, van egy háborúban álló ország, és a magyar kormány azzal érvel, hogy egy háborúban álló országot nem lehet meghívni csatlakozási tárgyalásokra. Az ellenérv pedig mondjuk Ursula von der Leyen-től, az Európai Bizottságtól azt, mondja, hogy ez egy úgyis elhúzódó folyamat, el kell kezdeni, mert ez egy üzenet a, a, a béke mellett. Miért gondolja azt, bárki, hogy vagy egyáltalán reális -e azt gondolni, hogy közelebb viszi Ukrajnát, vagy Ukrajnát és Oroszországot a békéhez ennek a csatlakozási tárgyalásnak a megkezdése. Hozzáteszem, hogy, hogy Putyin a, még a háború első évében azt mondta, hogy egyébként Oroszország az Ukrajna EU csatlakozását nem ellenzi, mert az nem egy katonai szervezet. Így van. Na most a, ezt a Részben nagyon egyszerű kérdés, de ha minden kérdés, ami nagyon egyszerű, elkezdjük kibogarázni a részletekig, lemenni, akkor utána mindjárt bonyolult lesz. De maradjunk egyelőre ennél a leegyszerűsített képletnél, hogy tárgyalni a Ukrajna belépéséről, nem tárgyalni. Minden attól függ, hogy a szakértők erre, meg a elemzők milyen álláspontot képviselnek, hogy Kinek a pozíciójából tárgyalnak? Tehát milyen alapvető ö, szempontoknak engednek meghatározó szerepet? Tehát mi, mi, mi az ő szociális-politikai álláspontja? Ebből a világnézete merem mondani, hogy az ennyire meghatározó, hogy itt mi a, a képlet. Mert nem az a kérdés, hogy ahogy a szerkesztő úr is szerintem helyesen mondta, hogy most lehet-e bővíteni az Európai Uniót, nem lehet bő. Az Európai Unió geopolitikai okoknál fogva terjeszkedni akar Oroszországgal szemben, gazdaságilag is, nem csak katonailag. De ezt nem én mondom, ezt jobb periódusaiban maga a van der Leyen nevű hölgy is mondja, aki ugye ennek az egész bizottságnak a az elnöke és egy nagyon szereplő hölgy, ő, ő maga mondta, hogy egyik alkalommal, hogy ez egy geopolitikai kérdés, és ilyen értelemben szeretné integrálni az Európai Unió vezetősége Ukrajnát. Ha most valakinek például érték az, hogy nemzeti szuverenitás, ilyen is van. Tehát ez is egy szempont. Azok a, az emberek, vagy azok a politikusok szkeptikusak lesznek, hiszen egy háborúban álló országról van szó, amelyet két héttel ezelőtt még ugyanezek a, az európai vezető politikusok, vagy három-négy héttel ezelőtt, de nem sokkal ezelőtt az a lényeg, az Egyesült Államok politikai vezetői úgy ítéltek meg, hogy ellenőrizetlenül elköltik a pénzeket, a, óriá, a fegyverek kiáramlanak ebből az országból, akár még a a, a, a közel-keletre is ellenőrizhetetlen fekete kereskedelem folyik, kábítószerekről beszéltek, mindenféle olyanból, a korrupció ijesztő méreteiről, stb. Most hirtelenjében ezek a szempontok lekerültek a napi rendről. Tehát van, aki azt mondja, akik a, a szuverenitás előtérbe állítják, hogy akkor ezek a dolgok mind bejönnek azokba az országokba, amelyek már tagjai a, az Európai Unió, és ők nem szeretnék. Na most vannak, akik nem ennyire csak a nemzeti szempontot nézik, hanem nézik a szociális összefüggéseket, hogy kinek jó, ha egy bizonytalan ország még bekerül az Európai Unióba, mi annak a következménye, hiszen súlyos ellenmondások vannak, Ukrajna, és Lengyelország, Ukrajna és Szlovákia, akarom Ukrajna és Magyarország között, és ezek eltérő ellenmondások. Kulturális ellenmondások, gazdasági el a szállítóknak a, a tiltakozási mozgalma ugye Lengyelországba olyan sok kilométerre les, autó. Sorral bénítják meg a kereskedelmet Ukrajna és Lengyelország között. Tehát itt nagyon sok minden olyan probléma van, és ennyiben egyáltalán nem látom ezt egy magyar speciális, magyar belpolitikai problémának, megmondom őszintén, ami Ukrajna-Európai csatlakozásához vezet. Ez csak globális probléma. Most az, hogy Magyarország milyen álláspontot fog, nagyon nehéz megmondani, mert 10 e változik. Tehát a a, az európai hatalmi csoportosulások, az ezen belül az egyes nemzetállamoknak a vezető rétege a saját pozícióinak, a saját érdekeinek megfelelően változtatgatja a véleményét. Tehát az egyik politikus ma azt mondja, hogy nemet mondunk Ukrajna, NATO, vagy EU tagság, a mostani, Két hét múlva egy ajánlat, egy, egy ugye a politikai, kereskedelmi ajánlat, vagy pénzügyi ajánlat nyomán esetleg megváltoztatja a véleményét, ez elég gyakori. Ezért én egyáltalán nem látom stabilnak sem a magyar, sem a szlovák, sem a lengyel álláspontot, de természetesen az Európai Uniót is. És akkor még nem mondtuk, hogy ez az egész lehet egy műsor. Ugye, hogy nyugodtan tárgyaljunk, attól még lehet, hogy tíz évig is eltartanak ezek a tárgyalások. És Egy ukrajna... olyan forgatókönyvet egyébként nem tart a elképzelhetőnek, hogy valójában nyugat-európai politikusok, például a francia elnök nem szeretné annyira Ukrajna eutakságát, és Orbán Viktort használja arra, hogy mondja ki azt, amit ő gondol? Na most, hogy mit szeretne a, a francia ezt, mint történész, mondom, hogy a, a, a nagyhatalmak politikát az határozza meg, hogy hagyományosan milyen érdekstruktúrák alakultak ki, és melyek azok az érdekstruktúrák, amelyekbe ő szabadon mozog. Na most Franciaország számára az Egyesült Államoktól való függetlenség az egy fontosabb valami, mi Németország számára, ugye Németországot azt úgy szokták mondani, hogy amerikai csatlós, míg Franciaországra a kritikai irodalomba azt szokták mondani, hogy hát a, a függetlenség zászlaját magasabbra tartja, mint akárki az európai nagyhatalmak között. Na most én azt gondolom, hogy a, hogy a franciáknak Ukrajna akkor jó, ha bejön az EU-ba, ha az Egyesült Államoktól valamelyes legalább függetlenedik. Tehát, hogy nem az történik-e, hogy Kelet-Európa jelentős része az egy amerikai bázis lesz az Európai Unión belül? Hát az Európai Unió az orosz-ukra háborúban már rengeteget szenvedett, ha, ha jól megnézzük a gazdaságát ellentétben az amerikaiba. Hát nézzük meg, ugye 306 milliárd. A, Gyakorlatilag dupla annyit kifizetett az elmúlt két évben gáz, csak a gázra az Európai Unió, az Egyesült Főképpen, de nem csak az Egyesült Államoknak, mint korábban az orosz gázért ez szinte szimbolikusan is mutatja, hogy az Európai Unió nem egy döntő tényező most már, hanem itt inkább az eurázsiai nagyhatalmak és az Egyesült Államok itt a fontos, és ezt a franciák észreveszik. De hogy hogy lépnek, azért még ez is sok minden mástól függ. Tehát én így látom ezt a az összefüggésrendszert, és sok minden van, és egyáltalán nem vagyok optimista. Se, ha belép Ukrajna, sem, ha nem lép be, ez egy zavaros időszak jön. Ahogy ugye, hát látjuk ezt a zavaros időszakot magán Ukrajnán belül. Mielőtt, mielőtt, még folytatnánk a múlt héten megkezdett témát a, a háborúval összefüggő merényletekről, és most kifejezetten nem a közel hanem az orosz ukrán háborúra gondolok, egy dolgot még, még, megkérdeznék, hogy, hogy amikor arról beszél a tanár úr, hogy, hogy Ukrajna adott esetben amerikai érdekeket képviselne az EU-n belül, ez valami hasonló ahhoz, amikor a mi belépésünkkor Donald Trump feld E, azt mondta az akkori azt amerikai védelmi miniszter, hogy, a, hogy az új Európa, ezek voltak ugye a, a frissen belépett közép-európai országok, például az iraki háború ügyében e, támogatja az amerikai és a brit álláspontot, szemben az akkori francia elnök, Jacques Chirac mm -hmm. és az akkori német kancellár, Gerhard Schröder, hát a álláspontja álláspontjával, ami hasonlóra gondol, ugye? Hát igen, tulajdonképpen arra gondolok, hogy Hol rendezkedik be a NATO katonailag, milyen területeken Oroszországgal szemben, és hogyan fogadják? Lengyelország, a balti államok nagyon stabilan az amerikai külpolitikai eszközeinek bizonyulnak nyugattal szemben, tehát ők feltétel az amerikai érdekek alapján állnak arra hivatkozván, hogy ők rettegnek attól, hogy Oroszország meg fogja őket támadni, és persze számítanak amerikai gazdasági támogatásra is ennek kapcsán. Ez az egyik dolog. A másik, hogy ugyanakkor Ukrajnán belül olyan folyamatok játszódnak le, amelyek nem kedvezőek ezeknek az országoknak. Tehát összetette maga ez a probléma, és ezért utaltam rá, hogy az egyes hatalmi elitek olykor 10 percen belül ellentétes pozíciókra jutnak, ahogyan az ő érdekeik azt megkívánják. De hát az ukrán belső viszonyoknak ilyen szempontból tényleg nagy szerepe van. Ugye ez a... Múlt héten beszéltünk arról, hogy, hogy állítólag megmérgezték az ukrán katonai hírszerzés vezetőjének feleségét. Ezzel kapcsolatban azért, azért a, a tanár úrban volt némi szkepszis, viszont most egy nagyon is valódi merélet történt. Oroszországban találták holtan így a kivált, az ukrán törvényhozás korábbi képviselőjét, és gyakorlatilag konszenzus van orosz és ukrán oldalon abban, hogy az SBU, tehát a Kievi Titkosszolgálatot feltételezik az eset mögött. Van-e jelentősége annak, hogy ezt az állítólagos merényletet az SBU Oroszország területére el tudta követni, Hü -hü. és van-e jelentősége annak, hogy éppen így aki van az áldozat? Hát, ha valóban áldozat? Hát mondjuk meg nyíltan, ahogyan közeledünk a kvázi a háború végéhez. Tehát minél inkább egyértelműek lesznek a dolgok, annál, és ez, ez nem egyedül az oroszukra háború, hát sok más háborúban is, amikor a végéhez érünk, bizonyos értebe akkor jön a leszámolások Ha lehet ezt a fogalmat itt használni, persze idézőjelbe gondolom ezt, de minél kevesebb katonai... Milyen szép cím lesz ebből a YouTube-on a videó. Milyen, milyen e, e, minél kevesebb a katonai lehetőséged. Minél jobban be vagy szorítva egy adott nem kedvező de stratégiai katonai pozícióba, annál inkább keresel más eszközöket, ahol az ellenségen ütni tudsz. Ezt már múltkor is tisztáztuk, és ebbe az összefüggésbe raktuk, hogy itt vita van hogy milyen irányba menjen az ukrán politika. Még a, 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 a titkosszolgálti főnök feleségével szemben ilyen félmerénylet, álmerénylet, nem tudjuk pontosan, milyen merénylet. De ha valódi, akkor is sikertelen, az, az én, hát. Igen, tehát kevés az arzén. Ezek ilyen furcsa dolgok, az arzén nem szokott kevés lenni. Tehát itt valami másról van szó, de az biztos, hogy a konfliktusok az ukrán hatalmi eliten belül, ezek világosak, ezt most már megírják olyan szerzők is, akiknek konkrét információik vannak arra vonatkozóan, hogy a főparancsnok és Zelenszki között milyen politikai stratégiai különbség van. Tehát a hatalmi eliten belüli különbség micsoda. Na most, ha titkos szolgálat. Kiszélesíti a diverzáns terrorista ö, politikát a Oroszország ellenében, amit én ö, ilyen kiszélesedőben látszom, akkor érthetővé válik, hogy azokat a politikai figurákat veszik elő, akik Oroszország számára, Politikai hasznot hajtottak, noha korábban az ukrán hatalmi elit részei voltak, és mondjuk, mint legutóbb Kiva, aki ugye a Rádának is a képviselője volt, de egy prorosz politikus volt, és továbbra is fenntartotta ezt a pozíciát, amikor már a politikai pártokat betiltották Ukrajnában, és ő azt gondolta, hogy ő megengedheti magának, hogy önálló álláspontot képvisel, megértette, hogy nem így van. Na de cár, jobb, meg a többen, mert nem minden merénylet sikerül. Itt sok ilyen politikus van, akit vagy megöltek már, vagy nem sikerült a merénylet, megsebesültek. De most kiva ebből a szempontból az oroszok számára egy jelentős figura volt. Nem messze lakott Moszkvától, vagy Moszkva környékén, ahol utólérték, de bárkit utólérnek. Hát a szibériai vasutakat is fel lehet robbantani. Tehát ennek nagyon nagy, a, a terrorista diverziónak és az ilyen politikai gyilkosságnak rendkívül nagy egyrészt a hagyománya, a bosszút is ide tenném, tehát a személyes leszámolások problémát. Ez a, a politikai és a személyes leszámolások ezek sokszor összefüggnek. Ezt az orosz politikán belül is elemeztük egy alkalom, amikor arról volt szó, hogy ki esik ki az ablakon és ki nem, és hogy ennek milyen sokféle oka lehet, Na most itt ez elég egyértelmű a kiva likvidálása, és itt még a, a sort, meg a popov, meg még másoknak a likvidálása. Ez teljesen... Euh, Mutatja, hogy a proorosz hatalmi elit likvidálásáról van szó, szóval akiknek a háború után lehetne vagy lesz is jelentőségük, de a legfontosabb figurákat nyilvánvalóan Budanov, aki egy kiképzett titkosszolgálati ember, még a fiatal is, de már ő ottan azért ebben a szakmában öreg Rókának számít. Hát jobban kell védelkezniük ezeknek a politikusoknak, ha meg akarják úszni, mondjuk -e, ezt lehetne végkonklúzióként ebben a dologban leszűrni. Zárásként annyit mondanék, egy nagyon érdekes, hogy a tanár úr az elmúlt hónapokban többször megfogalmazta, hogy szerinte hogyan érhet véget a háború, és nagyjából erre rímel a CNN-en megjelent elemzés, a amely jaj. szerint amely szerint Oroszország már nem nagyon tudja elveszíteni a háborút, Ukrajna pedig nem nagyon tudja megnyerni ezt a háborút. Úgyhogy hát ha Orbán Viktor a magyarokról mondta, én a tanárúról mondom, hogy lehet, hogy Krausz Tamásnak nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát, hogy ez ez, 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 igaz erre a konkrét esetre is. Hát uh, igen, attól, mert a CNN mondja, lehet igaz. De most ezt viccesen mondom, természetesen. Jó, hát minden esetre nagyon köszönöm is, a, a mai két tűz közöttet. Nagyon köszönöm az ATV, az Ultrahang és az Áral szerben kedves nézőinek a figyelmet. Azt kérném, hogy mind a három csatornánkra iratkozzanak fel, és találkozunk a jövő héten is a tanárúrral, remélem, hogy önökkel is, Gavra Gábort hallották viszonthallásra, viszontlátásra.